Üdvözlöm! Tóth Gábor vagyok. Majd 10 éve foglalkozom konferenciaszervezéssel és más vállalkozásokon keresztül marketinggel. A hosszú évek tapasztalataiból adódóan elmondhatom, hogy ma még kevesen gondolják, hogy rendezvények szervezésével komoly bevételeket szerezhetnek. De azok, akik ezt a lehetőséget már felismerték, óriási bevételeket szereznek ezzel az értékesítési formával. A cégek, helyesen, nagy erőfeszítéseket tesznek új partnerek szerzésére és a régiek megtartására, mivel ez biztosítja számukra a megfelelő bevétel növekedést. De amikor a hirdetési lehetőségeket veszik számba, a rendezvényen keresztüli értékesítést rendre alul értékelik. Miért is lehet ez? Mert amíg egy hagyományos hirdetési eszközzel egyidejűleg akár több tízezer ember is elérhető, egy rendezvényre csak kisebb létszámú csoportot tud meghívni. Akkor mégis miért érdemes rendezvényeket szervezni? Mert amíg a hagyományos hirdetésekkel sokkal nehezebb aktivizálni a közönséget, addig a rendezvények esetében könnyebben mozgósíthatja a hallgatóságot. Költségoldalról megközelítve, egy rendezvény fejenkénti költsége úgy 2-3 ezer forint per főtől indul, ugyanakkor célzott, már érdeklődő csoport a személyes kapcsolat hatására jobban reagál céljaira. Amennyiben ezt a fejenkénti 2-3 ezer forintot hirdetésre költi, kevésbé ellenőrizhető a költség megtérülése, és az eredmények is rosszabbak lehetnek. Ugyanis nem tudja pontosan ellenőrizni, kik és mikor látják hirdetését, egyáltalán érdekli-e őket, amit hirdet, és nehezebben tudja ellenőrizni, mi is történik azt követően. Szintén fontos megjegyezni, hogy az emberek az óriási reklámzaj miatt kezdenek immunissá válni a hirdetésekkel szemben. Többnyire észre sem veszik őket, de ha mégis, akkor sem szeretik, ha el akarnak adni nekik valamit, miközben éppen valami mással foglalkoznának. Épp ezért érdemes kihasználni a rendezvények marketing erejét, mert ez kevésbé zavarja az embereket, hiszen saját döntésük, hogy részt vesznek-e rajtuk. De térjünk vissza egy pillanatra a mozgósításhoz. Miért is könnyebb aktivizálni egy rendezvény résztvevőit? A válasz a pszichológusok által régóta ismert reciprocitási vagy viszonossági normákban rejlik. Mit is jelent ez? Azt, hogy az emberek, persze tudattalan szinten, hajlamosak arra, hogy viszonozzák a figyelmet, a törődés, vagy azt, hogy valaki pénzt áldozott rájuk. Tehát, ha valakit meghív egy rendezvényre, úgy fogja érezni, hogy ezt viszonoznia kell. Különben kényelmetlenül érzi magát. Egészen addig, amíg nem viszonozta valahogy a gesztust, lekötelezve fogja érezni magát, ez pedig hihetetlen előnyt jelent az értékesítésben. Ugyanez igaz akkor is, ha már meglévő ügyfeleivel szeretné meghosszabbítani, vagy esetleg kibővíteni az üzleti kapcsolatot. Egy rendezvénnyel nagy lelkű gesztust tesz feléjük, hisz ezzel gyakorlatilag túl teljesíti a megállapodást. Az ilyen ügyfelek úgy fogják érezni, hogy tartoznak egy szívességgel, ami könnyen jelenthet egy aláírást a jövő évi szerződéssel. És ez az egész visszafelé is működik. Egy üzleti partner úgy érezheti, szívességet tett önnek azzal, hogy a piac összes ajánlata közül éppen az önét választotta. Azzal, hogy meghívja ezt a partnert egy rendezvényre, ezt viszonozni tudja, és ezzel megteremtheti az alapot egy hosszú távú együttműködésnek. Ha nem foglalkozik a viszonosság normájával, nagy értékesítési potenciált veszíthet el. Hiszen, ahogy ezzel nyilván ön is tisztában van, az üzletek megkötésében az érzelmi és pszichológiai faktoroknak nagy szerepük van. Ez a viszonossági hatás fontos lehet akkor is, ha dolgozóinak szeretne egy rendezvényt szervezni. A dolgozói azt fogják érezni, törődik velük, és ezt jó munkával fogják meghálálni. Mindezeken túl a rendezvényekben nagy marketing erő rejlik, amiatt is, hogy a rendezvények a hagyományos marketing eszközöknél hatékonyabb kommunikációt és intenzívebb információ átadást tesznek lehetővé. Ennek az az oka, hogy ha valaki úgy dönt, hogy részt vesz egy rendezvényen, figyelni is fog. Így nem kell azzal küzdenie, hogy kommunikációja az óriási reklámzaj közepette is felhívja magára a figyelmet, hiszen azt már megszerezte. Ráadásul az így közvetített információ jellegét tekintve is más. Akármilyen jó egy hirdetési kampány, nem képes tapasztalati jellegű információt átadni. Ez sajnos tény. A személyes tapasztalatnak nagyon erős és tartós véleményformáló hatása van. Ennek az előnynek különösen nagy hasznát veheti, ha egy új termék vagy szolgáltatás bevezetésén dolgozik, vagy szeretné bemutatni cége imázsát a piacnak. Hiszen az így szerzett tapasztalatok nem csak a meghívottakat érik el, hanem a szociális hálókon keresztül fertőznek is. Bizonyára ön is hallotta már a közhelyet, hogy az emberek a jó tapasztalataikról átlagosan 8 másik embernek beszélnek. És ez igaz termékekre, szolgáltatásokra, sőt cégekre is. Ezzel óriási marketing költségeket spórolhat meg, hiszen a munka egy részét elvégzik a vendégek, ráadásul ingyen és őszintén. Látható tehát, hogy a rendezvényszervezés kiváló támogatója lehet a klasszikus marketing és PR tevékenységének. Ne feledkezzen meg azonban arról, hogy egy rosszul sikerült rendezvény, épp úgy, mint egy rosszul sikerült reklámkampány, veszélyes is lehet cégére. Épp ezért próbáljuk egyre több segédlettel támogatni munkáját.
Így a rendezvényszervezés része lehet szokásos marketing és sales rutinjának, és egyúttal támogathatja cége hosszú távú fejlődését is. Remélem, hasznosnak találták ezt az anyagot. Kérjük, ossza meg velünk véleményét, illetve ötleteit arról, hogy milyen témákról szeretne még hallani. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Találkozunk a következő videóban.